Fite, a 2 éves hím jegesmedve ismerkedik az új 300 négyzetméteres medencéből és légkondicionált barlangból álló kifutójával tavaly télen az állatparkban. A rostokból érkezett hím állat jól érzi magát az állatkertben, hasonlóan a többi 2016-ban érkezett állathoz, így például a perzsapárduchoz, a tigriszcápához, vagy a már itt született szerecsenmakikhoz, antilopokhoz és teknősökhöz. A park idei legnagyobb beruházása az Andok kalandok átadása volt. A Sustó projekt részeként csaknem 400 millió forintos állami forrásból felépített 6 kifutón mutatják be az állatokat. Az itt kialakított Inka templomban az Andok egykori indián őslakosainak kultúrájával ismerkedhetnek meg a látogatók. Óriási látogató létszámmal büszkélkedhetünk idén, hiszen 480 ezer látogató érkezett hozzánk. Nem hiába, hiszen aki eljött már egyszer, az megszokta, hogy minden évben újdonságokat adunk át. Így történt ebben a múlt eszendőben is, hiszen tavasszal láthattuk az Andok kalandok nevű különleges bemutatórendszert, ahol egy függőhídon keresztül lehet megcsodálni Dél-Amerika élővilágát, jaguárokat, vikunyákat, alpokákat, kapibarákat és tapírokat is. A látogatók egyik kedvence a veszélyeztetett állatnak számító vörös macskamedvei kerpár volt. A fogságban nehezen szaporodó kispanda tenyészpár 2 éve él együtt a parkban, a család pedig 2 kölyökkel bővült. A legnagyobb érdeklődés a már Nyíregyházán született, a látogatók által Kókusz névre keresztelt fehér oroszlán kölyök születését és fejlődését kísérte. Az elmúlt esztendőben 175 bébi látott napvilágot, és a legnagyobb sikere a kis fehér oroszlánnak volt, aki augusztusban született 2016-ban. Olyan óriási volt az érdeklődés az irányába, hogy folyamatosan be kellett számolni az ő mindennapjairól. A kicsit elején az anyja nevelte, aztán sajnos az anyjának 3 hetes korában elapadt a teje, és egy gondozó vette át a pótmama szerepét, és onnantól kezdve pedig a Viktória háza mutattuk be a nagy közönségnek. 11 hetes korában barát is érkezett hozzá, és mindezt a látogatók is láthatták a közönségi felületeinken. Az ígéretek szerint 2017-ben is több újdonsággal találkozhat a közönség a Nyíregyházi Állatparkban. Számos állat érkezik, és a tervek szerint elkészül a park új látogatóközpontja is.